zenekarokat és olyan zenészeket szeretnénk meghívni a Fonóba, akik hasonló forrásból táplálkoznak zeneileg, mint mi, akikről tudjuk, tehát akiket személyesen is ismerünk, vagy esetleg, ha nem ismerjük őket személyesen, akkor a zenéjükből érezhető számunkra, hogy van valamilyen találkozási pont köztünk és köztük. Nagyon fontos, hogy ezeken az estéken a közönség olyan élménnyel lehet gazdagabb, amivel egyébként szóval nehezen találkozhatnak. Például most Görögországból, vagy ha Szerbiából hívunk zenészeket, ők másképp fognak megszólalni, mint egy magyarországi zenekar, akik bármilyen balkáni területről játszanak zenét. És itt van ez a kis plusz, és ez a plusz szín, vagy plusz íz, ami egyszerűen fontos, és hiányzó, vagy nekünk is hiányzik. És szeretnénk ebből nagyon sokat meríteni és tanulni, és nagyon motivál minket ez a lehetőség, amit a Fonó megteremtett nekünk. In Greece we have this way of reacting in our nice moments, in our difficult moments also. We dance. We sing and dance. I have traveled a lot all these years that I work as a musician in the Balkans, and I can say that music brings people together. I can remember many nights sitting on a table playing music with Serbs, Bulgarians, Turks, Albanians, Romanians, all together drinking wine, singing and playing music. Fél évet tölthettem Görögországban, és ott találkoztam Thanos Stavridis-szel. Neki az, hogy népzene, az nem egy határ, vagy nem egy kalitka. Ők úgy használják ezt a zenét, tényleg, mint egy alapanyag. Bármilyen modern hangzás, vagy bármilyen más elem belekerül az ő zenéjükbe, nagyon-nagyon erőteljesen benne vannak a népzenei gyökerek. The nice thing is to take the old and bring it today. This is what we are trying to do, you know, not to see old traditional music as a thing that should be kept in the museum and played like they were playing it 100 years ago. Because also 100 years ago they didn't play it like 200 years ago.